2010 óta tart sétákat az Autizmus Világnapján az Eső Emberekért Egyesület, a program pedig évről évre bővült. Idén már nem csak kiállítások és hagyományos programok, de több előadás is várta azokat az érdeklődőket, akik szerették volna mélyebben megismerni az autizmus spektrumzavarral élők világát, mindennapjait. És azt gondolom, hogy itt Tatán, ahol sok éve működik a lakóotthon és az autizmussal naponta találkoznak az városlakók, valamennyire empatikusak ezzel a témával kapcsolatban, és hát ugye itt a galériában, ahol már tavaly is és idén is kiállítást is rendeztünk, majd korábban a várban, ezek olyan helyek, amelyek gyakorlatilag környezetükkel méltó helyet adnak a kiállított tárgyainknak, eszközöknek. Saját életéről, saját példáiról beszélt a galériában Fekete G. Viktor, akinél már csak felnőtt korában diagnosztizálták az Asperger-szindrómát 2013-ban, ma már felvilágosító előadásokat tart országszerte. Az én édesanyám elhunyt 23 éves koromban, mielőtt megtudta volna, hogy én autista vagyok, tehát felnőttként kaptam meg a diagnózist. Ő azt gondolta magáról, hogy rossz édesanya. Én azt gondoltam magamról, hogy rossz gyerek vagyok. És nem élhettük meg azt a családi találkozást és összeborulást, hogy erről egyikünk se tehet. Amikor megkaptam a diagnózist, én eldöntöttem, hogy tenni szeretnék azért, hogy ezt más ne élj át. Más tiszta lappal, vagy úgy mondom, hogy egy kitisztított lappal, egy egyértelmű diagnózis, egy egyértelmű én képpel, egy családképpel vágjon neki az életnek. Azt gondolom, az emberek kétféleképpen állnak az autizmushoz. Ez általában a két szélsőség. Az egyik az, aki nagyon meg akarja ismerni, és aztán csodálkozik, hogy mennyiféle autista van, minden autista más. Lényegében nagyon nagy az autizmus spektrum, ezért is hívják így. A másik az, aki úgy kezeli, mint valami betegséget, valamit, ami nem jó. Hogyha az autizmusnak nem lenne helye az emberiségben, akkor én azt gondolom, hogy nem lenne ilyen erőteljesen jelen. Nagyon sok pozitívuma van az autizmusnak, az autista ajtnak, az autista gondolkodásmódnak, amit igenis ki lehet használni, csak sajnos az autizmusnak vannak olyan tulajdonságai is, ami a mai világban hátrány. Stresszfaktor, megértési nehézség, kommunikációs nehézség, és ez az, ami miatt az autizmus mint fogyatékosságot, én úgy hívom, hogy mint akadályozottságot kezelik a társadalomban. Az lenne a legfontosabb, hogy felismerjük ezt, hogy az autizmus nem hátrány, viszont a társadalomnak tenni kell azért, hogy az autisták minél többet ki tudjanak hozni magukból, és akkor mindenki profitál.